Üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem más mondani, mint a Bécsi út, Vörösvári úton. Gyakorlatilag a tároló vágányokon, ami egykor a 11-es villamosnak volt a végállomása, és ugye innen járta be Óbudát gyakorlatilag. A mai videóban nem a 11-es villamossal szeretnék foglalkozni, hiszen arról is készült már korábban videó, és erről a témáról is, amiről most fogok, a mai videóban szeretnék beszélni a 3-as villamosnak a lehetséges hosszabbításáról, hiszen 2022 van, és 2020-ban készítettem utoljára róla videót 2 évvel ezelőtt, és most úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha feldolgoznám a régebbi témáimat, hiszen vagy technikailag nem volt megfelelő, rángatózott a kép, rossz volt a hangminőség, vagy hülyeségeket beszéltem, és ezeket szeretném kijavítani, úgyhogy a mai videóban be fogjuk járni a 3-as villamos lehetséges hosszabbításának az útvonalát. Ha pedig tetszik a sorozat, akkor előre is megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve a komment szekcióban megírjátok. Ugye ez volt egykor a 11-es villamosnak a végállomása, amit gyakorlatilag ma nem használnak. Igazából csak tárolásra itt tárolják az 1-es villamost, illetve a 17-es, 19-es villamoskat, amik éppen most forgalmon kívül vannak, igazából forgalmi pihenőn. És eszembe jutott, hogy mi lenne akkor, hogyha a 3-as villamos meghosszabbítanák, hiszen nagyon sokáig volt is róla szó, hogy ez tervben van, viszont a tervek azt tartalmazták, hogy az Árpád hídig hosszabbítanák meg. Hát én igazából nem csak az Árpád hídig hosszabbítanám meg, hiszen egyes, hogy feltartaná a forgalmat, ott nem lehetne képteni egy ilyen végállomást, viszont itt a Bécsi út, Vörösvári úton van elegendő hely arra, hogy akár a 3-as villamos is itt végállomásozzon, illetve ugye így legalább elérhetni a 3-as villamos Óbudát is, és nem csak Pesten közlekedne. Ezt úgy lehetne megoldani igazából, hogy az 1-es villamos ugye nagyon sokáig tervben volt, és nagyon sok ilyen villamos terv van, ami nem tudjuk, hogy mikor fog megvalósulni, ha egyáltalán megvalósulnak. Például az 1-es villamost a külső Bécsi úton keresztül akarják továbbvinni Aranyvölgy vastállomásig. Én ezt a tervet egyébként preferálnám is, tehát hogyha itt nem itt lenne a vége az 1-es villamosnak, hanem elmenne egészen Aranyvölgyig, és akkor ott Ürömöt is kiszolgálna, illetve hát ugye a 17-es, 19-es villamosok közül is egy-kettőbe csatlakozhatna. Viszont a 3-as villamosnak lehetne itt a végállomása, simán el tudnám képzelni. Ez például egy áthaladó vágány lenne, egy áthaladó megálló, viszont ez egy ilyen végállomási funkciót is be tudna simán tölteni, és pont erre jön most a Tátra, a tároló vágányra. Szóval képzeljétek el, hogy akár itt megvárhatnánk a 3-as villamost, itt felszállhatnánk rá, és egészen Dél-Pestig, akár Pesterzsébetig tudnánk vele átszállás mentesen utazni. Azért is jutott eszembe ez a téma, mert 13-án pár nap múlva fogják átadni az új 2B viszonylatot, illetve mondom, szeretném a régebbi témáimat újra feldolgozni, hogy kicsikét izgalmasabb legyen, illetve hát, hogy ki tudjam magamat javítani. Gyakorlatilag, ahol láttátok, hogy az előbb bejött az 1M villamos, itt pont velünk szembe rácsatlakozhatna az 1-es villamos vonalra, és most innen nem fogom bejárni az 1-es villamos vonalat, de egészen közlekedhetne a Lehel utca Róbert Károly körútig. Ott fogunk most majd leszállni, és onnan folytatjuk a témánkat. Közben meg is érkeztünk a Lehel utca Róbert Károly körúthoz. Nem akartam végig megmutatni az 1-es villamos vonalát, hiszen szerintem már mindenki kívülről ismeri, főleg akik néztek az Utas szemével sorozatot, azok A-tól Z-ig az összes megállóját láthatták ennek. Gyakorlatilag ott van mögöttünk a Tátra, úgy érkezne be a Óbuda felől a 3-as villamos, és mindjárt mutatom, hogy hogy folytatná az útját. Valójában egyébként nem bonyolult, hiszen egyszerűen, ahogy most is van itt egy üzemi kapcsolat, látjátok a 14-es és az 1-es villamos között, gyakorlatilag ezt a vágányt ki tudná használni, illetve hát egy másikat is kellene építeni, amivel abba az irányba tud közlekedni, igazából az Őrsvezértere felé. Vagy igazából, hogyha nem nézik olyan nagy léptékben, akkor a béketér felé.
igazából itt átjönne, és itt is lehetne egy megállója meg ott is, tehát ez a két megállós megoldás nem is olyan rossz ötlet, mert ha például úgy jön ki a menetrend, hogy itt áll egy 14-es villamos, addig ő simán ott fel le tudnak szállni, és ha elment a 14-es villamos, és szabadjelzést kapott, akkor ő is be tud állni. Igazából már ez volt a legújabb, amit vizsgáltak, amikor a 3-as villamos hosszabbításáról volt szó, ugyanis nem akarták, hogy a Papp Károly utcán keresztül vezessék, mert a lakók az ellen is tiltakoztak, ugyanúgy, ahogy a Somogyi utcai 19-es hosszabbítás ellen is, ami azért rossz, mert még a mai napig nem került be az Etele térre a 19-es villamos, igazából ott van, csak a felvételi épület előtt, és nem a új négyvágányos végállomáson. Itt is vagyunk a Béke téren, gyakorlatilag innen a 14-es villamosvonalon jönne a 3-as villamos, és itt fordulna be gyakorlatilag a Szegedi útra, és érdekes, hogy hol helyeznék el a megállót, mert hogyha ott, kicsit odébb vissza kéne elhelyezni, hogy meglegyen az ív, hogy rá tudjon fordulni. Ha meg itt, akkor meg nem lenne közös megállója a 14-es villamossal, és akkor hát úgy nagyon furcsa lenne, hogy itt nem állna meg a megállóban, hanem csak itt, tehát akkor a 14-es villamos megállót kellene feljebb helyezni, ami nem lenne egyébként rossz, mert közelebb van nyilván a házakhoz, de szerintem én az lenne a legjobb, hogyha ezt egy kicsit lejjebb helyeznénk, és akkor itt lenne egy közös megállója, és gyakorlatilag errefele haladna, ahol a 32-es autóbusz, és innentől fog érdekes lenni, mert itt egyáltalán nincsenek vágányok, tehát igazából egy ilyen fiktív bejárást fogunk tartani. Ugye eredetileg úgy tervezték, hogy itt lenne a 3-as villamosnak első ütemben a végállomása, tehát nem menne el a Árpád híd felé, ezt csak második ütembe terveznék meg, pedig szerintem nagyon olcsón egy-két vágány képítésével, egy ilyen, hát egy ilyen összekötő vágány képítésével simán meg lehetne oldani a dolgot. Sicsét ágatunk már a Szegedi út, majdnem Szentedre itt mondtam, végében, és hát erről már bemutatták korábban Vitézék a tervet, bár most ugye úgy alakult, hogy lehet, hogy eltörlik ezeket a fejlesztéseket, mert nincs rá pénz. Nagyjából ezt a területet így lebombáznák, és nagyjából itt már a Tatai úttól már megkezdődne így a felüljáró képítése. Ugye eredetileg nem itt akarták megcsinálni, mert a lakók panaszkodtak, és nagyon sok ilyen vita volt, hogy túl közel lenne a felüljáró, túl zajos lenne, és ők nem ezért vették meg ezt a újépítésű házat, ami ugye itt láthattok is. Bár ugye nem tudom, mit gondoltak, amikor ide költöztek, hogy konkrétan 5 percenként megy el egy vonat, és valamikor 42 percen keresztül le van zárva a sorompó. De mindegy, ez azért említettem meg, mert szerintem ez nagyon vicces, hogy valaki ide költözik a vonat mellé, és akkor pont egy felüljáró zavarná, és nagyjából így beljebb ezen a területen menne a felüljáró, és konkrétan ott a Rákos rendezőn a peronok felett helyezkedne el, ott lenne egy megállóhely. Aki kíváncsi ezekre a tervekre, az keresse meg a Vitézi Dávidnak a posztját, ott bemutatták a látványterveket, szépen megcsinálva, nekem nagyon tetszik, remélem, hogy egyszer el fogunk odáig jutni. Itt vagyunk már konkrétan Rákos rendezőnél, látjátok, hogy nagyon-nagyon omladozik az épület, és ez szerintem egy nagy szégyen, hogy vidéki állomásokat oké, hogy felújították, de ezzel még mindig a mai napig nem tudnak mit kezdeni. Az egyik legfontosabb forgalmat lebonyolító állomásról van szó, hiszen ha belegondoltok, mondom, van, hogy 42 percig zárva tartható a sorompó, mert akkora nagy a forgalom, szóval szerint 5 percenként jönnek a vonatok, akár távolsági, akár elővárosi vonatok, és szégyen, hogy a mai napig nem tudtak vele mit kezdeni, legalább kigazolhatták volna. Most is érkezik egy Z70-es KISZ, megy éppen Szob felé, szóval itt van a nagy kontraszt, hogy járnak ezek a gyönyörű járművek egy ilyen ócska balkáni állomáson keresztül, és szörnyű látvány. A nyugatival még talán kezdtek valamit, nagyon szép, és hogyha az esztergomi vonalat nézzük, akkor a következő állomás is gyakorlatilag Angyalföld gyönyörű, viszont ez, mintha időutazáson vennénk részt. Itt jön egyébként a Metropolitan is, a Skoda
mozdony, és valahol, egyébként, hogy ne kanyarodjunk el a témától, valahol ott, ahol most a Skoda mozdony jár, nagyjából ott lenne a felüljáró, ott ívelne át gyakorlatilag itt a vágányok felett, és itt lenne, és onnan a felüljáróról egyébként le lehetne érni minden peron, tehát nagyon szép és mázos terveket mutattak itt be nekünk, de hát sajnos ki tudja, hogy lesz-e bármikor valami belőle. Szépen lassan elhagyjuk Rákos rendezőt, és azért szörnyű látni az, hogy nem csak így rohadnak az épületek, még tekerő sorompók vannak itt gyakorlatilag, tehát még a múlt században vagyunk. Egyébként tényleg egy elég nagy vasútállomás vagy megállóhely, ki hogyan szereti nevezni, mert rengeteg vágányból áll, de ugye ezeknek a háromnegyede használhatatlan. Gyakorlatilag, ha négy vágányt használnak a személyvonatok, akkor nagyon sokat mondok, és hát ezek közül is csak néhány használható, amit néha teherforgalom, illetve mozdonyok használnak ugye a félreállítás során. Nem azt mondom, hogy nem használhatóak az összes vágány, de csak négyet használnak kb. Nem is lenne egyébként többre szükség, maximum egyel vagy kettővel, ilyen 5-6 vágány simán megoldaná itt a kérdést. És nem is az a szörnyű, hogy az autóskat feltartjuk 42 percen keresztül, de az, hogy egy gyalogos aluljárót vagy egy felüljárót nem tudunk építeni, vagy még a gyalogosokat is, meg a biciklisteket is fel kell tartani 42 percig, ezért ez elképesztően pofátlan. Egy kis visszatekintés, itt van egyébként a Szőnyi út, itt járnak a 74-es trollik, illetve a 32-es buszok, nagyjából ugye onnan jön a felüljáró, már egyébként felüljáró jönne, vég a villamos, nem itt az utca szinten, vagyis jelenlegi utca szinten, és itt már könnyebben be tudna csatlakozni, körülbelül ilyen magasságban, és itt teljesen egyenesen már el is tudna érni Zuglót, és hatalmas nagy segítség lenne. Egyébként nagyon sokan kampányoltak mellette, és nagyon örültek a terveknek, mind a zuglói, mind az angyalföldi polgármester. Nagyon hálás lenne, hogyha ez valaha elkészülne. Tehát hiába akarják a polgármesterek, hogyha az állam nem ad rá pénzt, mert az önkormányzatoknak nincsen annyi pénzük gyakorlatilag, hogy megvalósítsák ezt a dolgot, meg a BKK-nak sem. Viszont hatalmas előnye lenne ennek a fejlesztésnek, és emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt pont itt sétáltam, és itt dudáltak rám az egyik nézőm. Az volt az első ilyen, amikor felismertek engem, mint videóst, úgyhogy igen, ez egy nagy élmény volt. Ja, és itt van az autópálya, nézzétek meg. Tehát sokkal jobban rá lehetne venni az embereket arra, hogy letegyék az autóikat, és felszálljanak akár a villamosra, ha Zugló vagy Angyalföld irányába szeretnének utazni, illetve hát nem csak a villamos lenne egy alternatíva, hanem az egyes metrónak és a Kisföld alattinak a hosszabbítása, hiszen arról is hosszú évek óta van szó, hogy a mexikói út után itt vezetnék tovább, és itt is lenne gyakorlatilag a Kassai térnél egy megállója, illetve elhaladná egészen a Marcsegi hídig, és itt a 32-es busz, ami a mai napig ezt az álmot úgymond őrzi, hiszen a mai napig, nézzétek meg, az előbb is fullon volt a busz, és lenne bőven kihasználtsága ennek a villamosnak, hiszen a 32-es busz teljes mértékben ki tudná váltani, és legalább azt sem pöfögne itt az órunk alá, ha már itt az autósok pöfögnek, és annyival kevesebb széndioxid kibocsátás lenne a környéken. Nagyjából, nem azt mondom, hogy teljes mértékben, de akár egy minimális mértékben is, de azért tisztább lenne itt a levegő. És el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a Nagy Lajos király útja és az Erzsébet királyné útja találkozik. Gyakorlatilag itt már becsatlakozna a jelenlegi vonalszakaszba, úgyhogy innentől már nem érdemes végigjárni a vonalszakaszt, mert most is üzemel. Csak meg szerettem volna nektek mutatni, hogy a 3-as villamos így is haladhatna tovább, és nem csak itt a mexikói útnál, Zuglóban lehetne a végállomása. Úgyhogy lehetne hova fejlődni, reméljük, hogy egyszer lesz arra pénz, hogy ezeket a jó terveket megvalósítsák, és eljutunk egyszer arra szintre, mint akár Bécsben, hogy villamossal, meg metróval lehet végigszelni a várost, meg vasúttal,
és nem kényszerülünk a buszra vagy az autónkba. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek ezt a videót, ez a feldolgozása volt a egykori videómnak, remélem most jobb volt, mert nem remegett a kép, hiszen itt volt a stabilizátorom. Ugye ez 2 évvel ezelőtt még nem volt nekem ilyen eszközöm, úgyhogy remélem tetszett nektek a videó, és egyébként így a videó végére azért szeretnék bocsánatot kérni Herlától, hiszen a villamos, amit felvettem nektek, hogy érkezik a Tátra villamos, kiderült, hogy azon Herla utazott, és a vezetővel együtt, és hallottam, hogy valaki ordibál nekem, de én azt hittem, hogy azért ordibálnak, mert nem mertem videózni a villamost, hiszen vannak ilyen vezetők, illetve sofőrök, akik utálják, hogyha filmezzük őket munka közben. Nem őket filmezzük, hanem gyakorlatilag a járművet, tehát nekem nem érdekem. Én engem rohadtul nem érdekel, hogy Pista bácsi vagy Gizi néni vezeti az adott villamost, engem a villamos érdekel és a közlekedési tematika. Ez csak erre akartam kiukadni, hogy emiatt gondolhattam azt, hogy ezért szóltak be, de kiderült, hogy Herla utazott rajta, és ő akart nekem köszönni, úgyhogy sajnos ott hagytam, mint Szent Pálhoz oláhokat. Úgyhogy ne haragudja Herla. Én bocsánatot kértem már külön üzenetbe is, mert közben rám írt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legyetek jók, sziasztok!